Jó napot kívánunk! Március utolsó napján örömmel köszöntjük valamennyi kedves nézőnket. Ismét eltelt egy hét, ismét péntek van, 13 óra kezdődik a Sétatér a Magyar Egyen, a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának közéleti kulturális szórakoztató magazin műsora. Mert bizonyára tudják már, hogyha péntek, akkor Sétatér. Mai műsorunkban a komoly témák mellett a tavaszi fesztivállal foglalkozunk. Több riportunkban, anyagunkban ízelítőt láthatnak az eseményekből, hiszen Kaposváron és Pécsett is lassan már végéhez közeledik a tavaszi kulturális fesztivál. Ha felhívják a 0680-210-224-es telefonszámot, akkor tangramozhatnak Anikóval. Észrevételeiket, javaslataikat levélben is megírhatják nekünk, címünket a képernyőn láthatják. Pécs, Alsóhavi utca 16, 76, 26-os a körzetszám, és ne felejtsék el ráírni a borítékra, hogy Sétatér. Most pedig nézzük, hogy mit kínálunk ebben a közel egy órában. Lehet-e akkumulátor feldolgozó üzem Béta aknán? Egy folyóirat a kölykökért. A bolondság hónapja a szeszélyes április. Fesztivál hangulat Pécsett és Kaposváron. Örkény macska játéka, németül szexáldon. Hosszú évek óta zajlik a vita Komló és környező települések között a Béta aknára telepítendő akkumulátor feldolgozó ügyében. Komló számára a beruházás azért lenne fontos, mert körülbelül 150 új munkahelyet jelentene. A környék települései viszont a környezetegészséget és a lakóik egészségét féltik. A környezetvédelmi hatóság május végére ígér állásfoglalást az ügyben. Hazánkban az évtizedek óta felhalmozódott használt akkumulátorok feldolgozásának kudarcokban gazdag múltja van. Nagy tétény gyöngyös-oroszi monok. A lakosság és különböző politikusok tiltakozása miatt sehol nem épülhetett meg az üzem. Ma a használt akkumulátorainkat külföldön dolgozzák fel, így gazdasági szempontból a nyereség ott realizálódik. Konkrétan 22 ezer tonna hulladékból évi 16 ezer tonna fémólom veszik el a magyar ipar számára. Pótolni ezt importból kell, és fontos szempont a foglalkoztatási lehetőségek elvesztése is. A komoly munkanélküli problémákkal küzdő Komló éppen ez utóbbi miatt fogadta örömmel a használt akkumulátor feldolgozó RT kezdeményezését, hogy épüljön ilyen üzem Bétaaknán. Komlónak alapvetően azért lenne jó, mert 150 embernek adná első körben munka lehetőséget, és ami lényeges dolog ebből, körülbelül 120 olyan ember, aki a munkaerőpiacon a saját fizikai erejével tud megjelenni. Tehát azok a csillések, azok a segédvajárok kapnának munkalehetőséget, akik semmiféle átképzésben nem tudtak volna részt venni, ami előnyt jelent Komlóra, hogy egy jelentős iparüzési adóbevételt jelenthetne, és hát természetesen azoknak az embereknek a béréből személy jövedelemadó visszatérítés, akik itt dolgoznak. Ennél korszerűbb üzem ma Európában nem létezik. Jellegét tekintve leginkább az Ausztriában lévő Arnold-Steinhez hasonlítható, ahol szintén egy olasz hideg technológiai, úgynevezett NGTEC technológia van beépítve, kerül beépítésre. A meleg technológiai rész náluk is a német, amit mi is szándékozunk beépíteni. A 3 milliárd forintos beruházás több mint 40%-a a környezetvédelmet szolgálja majd, állítják a cég szakemberei. Olyan jellegű előírás, amely környezetvédelmi előírásokat vagy egyéb feltételeket tartalmaz, azokat nem sért a létesítés, tehát ezek szerint lehetségesnek látszik pillanatnyilag. Mégis nagy az aggodalom Pécs keleti rész önkormányzatai és hosszú hetén körében. Szerintük a hatástanulmány több ponton eltér a valóságtól, míg e szerint Pécs nem érintett az ügyben, az ellenzők úgy látják, rossz térképet használtak a szerb készítői. Pécs Vasas, Pécs-Somogy és Hild egy független egyetemi szakembert kért meg, írjon szakvéleményt az üggyel kapcsolatban. Én elsősorban azt kifogásoltam meg, hogy nem történt meg a környezetegészségügyi és környezetvédelmi hatásbecslés erre a délnyugati régióra, de inkább nekem a aggályom az, hogy ennek a régiónak a szennyezettsége elég egyébként is súlyos, hát elég a Garai példára, a Bonyhádi ivóvízbázisra gondolni, vagy az uránbányerek kultivációjára. Eleve egy nagyon magas környezeti rizikó halmozódásban, főleg daganatos betegségek esetében, nagyon magas a légszennyezés. Erre, ha még rárakódik egy ilyen irányú szennyeződés, amiből elsősorban a nitrogénoxidokat emelném ki, mind daganatokozás szempontjából veszélyeseket,
akkor nem tudjuk, hogy ha szummálódnak, hogy összegződnek a hatások, ez mit fog eredményezni. Az említett önkormányzatok elsősorban a környezetüket féltik. Egyenesen kimutatható havária helyzettől félünk nagyon, abban az esetben, ha megépül az üzem, hiszen ez tőlünk északra egy hatalmas völgyben helyezkedik el Vasas-Somogy hird, és a tőlünk délre lévő területek fölöttünk északra, tehát az irányadó széllel egyenes vonalban vannak lesz a létesítmény. Ennek van egy 36 méter magas tornya, ebből 180 fokon jön ki a óránként meghatározott mennyiségű klór, ólom, egyebek, és ez egyértelműen a 80-90%-a csak felénk jön. Ugyanígy a vizet is északról délfele felénk folynak, tehát ez a nagyon nagy gond, ez egy kész havária helyzet. Hosszú hetény hosszú távú fejlesztési programja az idegenforgalomra és a biogazdaságra épít. A 90-es évek eleje óta tartó folyamat veszélybe kerül, ha az üzem megépül Bétaaknán. Most kaptuk meg a minisztériumtól, a környezetvédelmi minisztériumtól a 60 milliós támogatást a fonolitbánya tájrendezéséhez. Ez a fonolitbánya 500 méterre van az illető helytől, ahova ezt a beruházást kívánják tenni, helyezni. A kettő elképzelhetetlenül rossz egymás mellett. Az ügy ebben a stádiumban átláthatatlan. Szakmai érvek, politikai érdekek, érzelmek keverednek sűrű hálóba. Megoldás biztosan lesz. Győzni most is az erősebb fog. Erről a témáról egyébként az Aranyfüst április 8-ai adásában egy részletes összefoglalót is láthatnak. Most pedig következzék valami egészen más téma. A DADA 2000 ifjúságvédelmi és drogmegelőzési alapítvány hiánypótló ifjúsági magazint jelentetett meg a bűnmegelőzésben való aktív részvétel céljából. Nos, ezt a havonta jelentkező folyóiratot szándékaik szerint szeretnék eljuttatni az ország valamennyi középiskolájába. Többek között erről is szó lesz a stúdió beszélgetésben, amely majd ezután következik, hiszen vendégünk a Kids magazinnak a főszerkesztője, Király József, akivel közösen megnézzük a következő bejátszást, és utána pedig magáról a magazinról és azokról a témákról fogunk beszélni, amiről ez az újság szól. Az egészségügyi intézmények nyilvántartása alapján 1995-ben 7,1% volt a gyermek és fiatalkorúak aránya a drogfogyasztók körében. Ez a mutató 1998-ra több mint kétszeresére 17,3%-ra emelkedett. Alkohol, kábítószerek, dohányzás, éz. Veszélyek, amelyekről nap mint nap hallunk, és amelyek elsősorban a mindenre kíváncsi, könnyen befolyásolható fiatal generáció tagjait veszélyeztetik. Ezért van kiemelt jelentősége minden olyan szervezet tevékenységének, legyen az egészségügyi intézmény, non-profit szervezet vagy a rendőrség, amely az ifjúságvédelemmel és a bűnmegelőzéssel foglalkozik. A rendőrség az, amelyek egy szervezett program keretében, az úgynevezett ADA program keretében foglalkozik bűnmegelőzéssel, és próbáljuk a gyerekeket rá világítani arra, hogy ne dohányozzanak, és ne igyanak, és ne kábítószerezzenek. A program kezelője a pécsi székhelyű DADA 2000 ifjúságvédelmi és drogmegelőzési közhasznú alapítvány, amely a bűnmegelőzésben való aktív részvétel érdekében havonta jelentkező ifjúsági magazin bocsátott útjára KIT, azaz kölykök címmel. Alapítványunk elsősorban a folyóirat kiadásával foglalkozik, tehát ez a fő profil. Ugyanakkor emellett különféle szabadidős programoknak a megtervezésében próbálunk non-profit módon eljárni, illetve segítkezni különféle iskolákkal és más szervezetekkel, például a rendőrséggel karöltve. A folyóirat nem csak a fiatalokat fenyegető veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem bemutatja azokat a lehetséges alternatívákat is, amelyek a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését jelenthetik. Ha valaki az újságot a kezébe veszi, akkor talán nem is csak a középiskolásokhoz, a srácokhoz szól, mert a felnőttek is el tudják ezeket olvasni. Talán segít egy kicsit közelebb hozni egymáshoz a két felet, hogy egy közös gondolkodással ezeket valahogy praktikusabban tudják megoldani. Sokszor látjuk azt, hogy nem igazán a kábítószerekről szóló írások az, amelyek megelőzni tudnak, vagy legalábbis úgy rádöbbenteni arra, hogy milyen világban élünk, és mi az, ami veszély, és ránk leselkedik, és baj lehet belőle. Általában úgy látom, hogy amikor a fiatalokra így dől az információ, és azt mondják, hogy készen van itt, tessék, csak szívjon magadba, az szokott legkevésbé működni. A folyóirat szerkesztői vallják. A fiatalok általános szemléletformálását hatékonyabban segíthetik, ha megtörtént események, novellák, igaz történetek tükrében mutatják be a világot. Thank you.
feltűnt nézőinknek, hogy az anyagban is láthattak egy nagyon furcsa állatkát, egy jelképet, itt a stúdióban is bent van velünk, és ez lenne az első kérdésem Király Józsefhez, a Kic magazin főszerkesztőjéhez. Mit jelképez ez az állatka, ez a nagyon furcsa szárnyas teve? Hát tulajdonképpen az alapítvány totem állatát akartuk megfogalmazni ebbe a kis jószágba, és tekintettel arra, hogy a csapatunk nagy része pedagógus, gyerekekkel közvetlen kapcsolatban vagyunk, és így jöttek az ötletek, hogy drog, ugye az lett a dró, aztán mi, akik ellene vagyunk, ebből lett a dromi. Na most, ha a dromi, akkor az egy pupu teve, ha egy pupu teve, akkor ez ő. És hogyha a kábítószerről beszélünk, akkor hát ő most éppen be van egy kicsit szipózva, ebből kifolyólag Pegazusnak érzi magát, és ez a keret, ami tulajdonképpen ott van körülötte, ez azt szimbolizálja, hogy éppen kínál az ablakban, mert ő azt hiszi, hogy repülni tud. Na most nekünk, az alapítványunknak, meg a felnőtteknek az a feladatunk, hogy visszatartsuk ettől a tettétől. Most kezemben tartom a LAT első számát, amely februárban jelent meg. Úgy tűnik, hogy kiállításra is egy igényes lap ez tulajdonképpen. Nagyon színes, érdekes írások vannak benne. Nyilván nem véletlenül. Nem, tulajdonképpen, ahogy elmondtam, hogy a pedagógus sokon keresztül találkoztunk a DADA 2000 programmal, ami végül is a rendőrségnek a drogmegelőzési programja, de mint gyerekekkel foglalkozó szakemberek úgy éreztük, hogy ez egy kicsit száraz és szúrós. Egy gyereknek azt mondani, hogy ilyen és olyan büntető törvénykönyvi paragrafus vonatkozik rá, az nem mond neki semmit. És ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a nagyon-nagyon fontos információkat be kell csomagolni valami puhába, ehetőbe. Mindig a szilvás gombóc hasonlattal élünk, ahol belül van az a szilva, az érett szilva, ami végül is kell, hogy megegyük, de kívül ott van a jó kis tészta, meg a porcukor, meg minden, ami ebben együtt jár. Na most, ha a gyerek megkóstolta azt, ami a számára vonzó, és ebben együtt lenyelte a fontosat, és akkor mi tulajdonképpen már győztünk valahol. De egy dolog nagyon fontos, mindig gyerekekről beszélünk. Ez igaz, hogy egy ifjúságvédelmi magazin, de a célzott személyek, nem csak a gyerekek, mi tulajdonképpen a 10 és 20 éves korosztályt céloztuk meg elsősorban, illetve az ő szüleiket és a gyerekeket tanító pedagógusokat. Mert lehet, hogy a gyerek éppen nem venné meg az újságot, de hogyha ha jó édesanyja egyébként is vesz egy magazint, akkor vásároljon egy olyan, amiben olyan információk vannak, amit ő közvetlenül át tud adni az ő gyerekének. Király József most elmondta, hogy mi az, ami a szerkesztőbizottság szerint fontos, hogy a labban megjelenjék. Kedves nézőink figyelmében most azt az összeállítást ajánlom, amelyben az utca embere mondja el azt, hogy szerinte mi lenne fontos egy ilyen labban. Hogyha szerkeszthetnél egy folyóiratot, ami az ifjúságvédelemmel és a bűnmegelőzéssel foglalkozik, akkor melyik az a 3-4 téma, ami először eszedbe jut, hogy ebbe a labba bele kéne tenni? Hát a drogmegelőzés, vagy a dohányzás esetleg. A drogot mindenképpen, azon kívül a szexuális erőszakot, ennek a megelőzését, és hogy hogyan lehet erre fölkészülni, ha egyáltalán föl lehet erre készülni valahogyan. Drog, alkohol, dohányzás. Hát minden olyan, amit a fiatalok szeretnek, de mégse jó. Diszkók. Nincs az ifjúságnak, mit tudom én, közösségük, ahova járhatnak. Milyen olyan értékeket sorakoztatnál fel, amelyek szerinted fontosak a fiatalok számára? Ez most lehet, hogy nagyon hülyén hangzik, de jó lenne, hogy egy kicsit az erkölcsöt valamennyire visszahoznák. Tehát olyan alapértékeket, amit korábban még képviselve voltak, ma már egyre kevésbé. A család. Milyen fontos szerepe van a családnak? Az iskola szerepe? A szeretet? Nekem a barátok egyrészt. A család, és hát most még az iskola. A családban a személyes példamutatást, vele kapcsolattalan a vallást, hát és az iskolai együttlétet a gyerekeknek. Király József, a Kit magazin főszerkesztője, talált-e megvalósítható javaslatokat az iménti összeállításban? Hát én úgy érzem, hogy minden, amit elmondtak, azt meg kell valósítanunk, és valahol már el is kezdtük, mert ha csak az egyházi személyekkel való kapcsolattartást említem, akkor ez mi is egy nagyon-nagyon fontos szempontnak tartjuk, a másik pedig egymásnak a megismerése.
Kedves nézőink, ezt a lapot, amit az imént mutattam, illetve önök is láthattak a képernyőn, már kereshetik az újságárusoknál? Hát bízunk benne, hogy tárgyalásokat folytatunk a hírlap kiadóval, bízunk benne, hogy jövő hónap, tehát április közepén már az újságárusoknál is megtalálható lesz. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és akiket még érdekel ez a téma is a Kic magazin, azok jövő szerdán a Sorstársak című műsorunkban 6:30-tól láthatnak egy összefoglalót erről a témáról. Most pedig folytassuk egy könnyedebb témával. Anikó már említette a műsor elején, hogy március utolsó napja van, holnap április 1-e a bolondozás és a tréfálkozásnak a napja. A naptárreform óta ugye január 1-e lett az új év, és ezt az április 1-ét egy ilyen bolondos, tréfás új évnek tartják azóta is. Április 1-e Hugó napja, a téli napfordulótól számított 100. nap, ezért népünk régen 100 napnak is nevezte. A naptárreformok előtt évkezdő napnak tartották. Április teszélyes, bolondos hónap. Vidáman mókázással ünnepelték a természet megújulását, újjáéledését, hiszen ilyenkor vége már a télnek, és április meghozza a várva várt meleget. Ez a szokás a római időkre vezethető vissza, hisz a naptárreform előtt a római konzulok április 1-én léptek munkába. Áprilisban, mivel rengeteg az eső, vagyis általában sok az eső, ezért az egyszerű ember április még úgy is nevezi, hogy fosos április, ám az igazi, a jó gazda ezt az esős áprilist azért tiszteli, mivel azt mondja, az áprilisi esőzés elmossa a fagyot, a fagynak a mindennemi jelenlétét. Április egyben időt is jósol, mert a lucskos április száraz májust eredményez, vagy hogyha ugyanez fordítva is értendő. A hagyományos gazdálkodásban azonban igyekeztek április 1-én nem elkezdeni semmi komolyabb munkálatokat a földeknek, mert azért betartották, hogy április azért egy kicsit ilyen mókás, bolondos hónap, nem biztos, hogy jó munkát eredményeznek. A gyerekeknek pedig a legelterjedtebb ugratási mondókájuk ez, hogy ott repül egy gólya. Ez azért érdekes, mert általában április 1-én még ritkák a gólyák. Na most az a gyerek, aki odafigyel, akkor ilyenkor mondják azt, hogy április bolondja. Kedves nézőink, ha péntek, akkor sétatér, ha sétatér, akkor tangram. Nem tudom, van-e már valaki a vonalban? Ez egy csókoló, László vagyok. Jó napot kívánok, László, kezdjük a játékot. Igen. A négyeset kérném szépen a ketteseire. Bocsánat, itt így van a kör, tehát ide nem kell rakni semmit. Ja, értem. Jó, akkor kérném szépen jobb oldalra. Oda, igen. Jaj, bocsánat, ez nem lesz jó, a legfölül tessék szíves tenni. Igen, a hetest azt kérném szépen a bal oldali sarokba. Így gondolta? Igen. Így nem jó, mert így meg kilóg itt. Ja, értem. Akkor annak a sarkába, tehát bal oldal, de jobb oldalt legyen a vége. Így? Hogy, igen. 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 Arra akkor kérném szépen a hármast, a hetes mellé. Próbálgassam én? Igen. Vagy szól? Igen. Hogy csináljam? És az egyes odafelé. Igen. Hát úgy tűnik, hogy ez itt összeállt. A hatosat azt kérném szépen az a fölötte, a hetes fölé. Nem fordítva talán. Igen, úgy jó lesz. Akkor itt nem lesz jó ez. Ez valószínűleg jó, esetleg más kellene kicserélnie. Igen, próbáljuk meg. Mondja, hogy mit cseréljek, mivel? Mit, hova tegyek? Na most a hatost, ha tessék levenni, és akkor az ötöset. Hát a hatost, ha leveszem, akkor azt hova tegyem? Az ott elég jó helyen volt. De igen, jó, helyes. Igen. Hát. Nem lesz jó, minden itt meg. Na, akkor megmutatom, hogy kellett volna. Mert hogy közben lejárt az időnk.
A négyest, amit ide rakott fel, ide le kellett volna tenni. Emlékszik? Igen. Hát nagyon sajnálom, ez alkalommal nem sikerült nyernie. Nézze továbbra is a műsorunkat, meg a jövő héten is újra próbáljuk. Köszönjük, viszont hallásra, viszont látásra. A játék után nézzük, hogy milyen örökségek vannak Baranya megyében. Sorozatunk mai részében Békénybe fogunk ellátogatni, ahol a sok érték mellett található egy ősrégi vízimalom, amelyet, hogyha valaki felújítana, akkor akár ipari műemlék is lehetne. A Kelet-Mecsek tájvédelmi körzetében, a Völgyhivatal gyönyörű zöldjében fekszik Békény, a közel 200 lelkes település, néhány kilométerre Szászvártól. Az aprócska falu 67 házból áll. Jellegzetes pince soráról megkapó kilátás nyílik a tájra. A község idegenforgalmi felfedezésre vár. Az erdélyi Fancsal községgel, valamint az ausztriai Mellachal már felvették a kapcsolatot, és nyaranta hagyományőrző táborokat szerveznek magyar és külföldi gyermekek, felnőttek részvételével. Egy ilyen nyári tábor emlékét idézi Kászóni Róbert, a Bécsben élő erdélyi paparagó kopjafája. Békény hírneve eljutott már a skandináv országokba is, ahova dinnyét, medgyet, sárga barackot szállítottak. Az írásos emlékek arról tanúskodnak, hogy az egykori velkenyközség az Anzsukorban szláv népességű volt. Ma már nincsenek erre utaló emlékek. A török hódoltság alatt is valószínűleg folyamatosan lakott magyar település volt. A kicsiny, jellegzetes barokk stílusú harangtornya a század előn kapott új süveget. A ma még látható építészeti sajátosságok a falu 20-as évekbeli virágkorát idézi. A Pitinke községnek természeti szépsége mellett egy-két látnivalója mindenképpen akad. A vízimalmot több mint 200 éve Tóth József ükapja építette, és 1951 áprilisáig működött, akkor Józsi bácsit nem kívánt személyé, azaz osztályidegenné nyilvánították, és a malmot bezárták. A berendezésében még épp vízimalom, akár ipari műemlék is lehetne, ha lenne, aki felújítaná. A maga gyönyörűségére még dolgozik Szabó István az asztalos szakmában. Megrendelést azonban már nem vállal. Az ide látogatókat lovas udvar is várja. A ságai arab lovak megfelelő környezetet találtak. Tenyésztői, Endrődi Tibor nemzetközi elismerésben részesült. Az érdeklődőket minden nyáron lóápolási ismeretekre, fogathajtásra, lovaglásra oktatják. A kikapcsolódásra vágyó turistákat pedig Hintónjáró körútra szállítják ebből az aprócska völgységi faluból, Békényből. Köszöntjük a stúdióban Bálványos Juditot, a Bálványos Társulat névadóját, vezetőjét. Mutatjuk ezt. Beszélgetésünk apropóját adja, hogy a zenekar, amely tulajdonképpen ugye kortárs improvizatív zenét játszik, ma este fellép Pécset. Hol is egészen pontosan? A Dominikánus házban este 7 órakor. Várjuk szeretettel, illetve várják a zenekar tagjai szeretettel a közönséget. Az előbb említettem, hogy improvizatív zenét játszik az együttes. Honnan jött az ötlet erre a zenére? Hát én jazzt kezdtem játszani, ami végül is egy improvizatív zene, és most már nem jazzt játszom, de az improvizáció az maradt. Hogy születnek meg ezek a darabok? Hangulat befolyásolja, vagy egyáltalán mi az, ami segít egy mű kialakításánál? Hát amikor csak így zenészek együtt játszunk, akkor egymást alakítjuk, aztán valamikor kiállításon játszunk, vagy táncosoknak, akkor az is inspirál, amit látunk. Az ilyen zenén azért fontos az, hogy azok, akik együtt zenélnek, azok nagyon jól ismerjék egymást. Hogyan jött össze az a társaság, akik most így együtt zenélnek ebbe a társulatban? Azt hiszem, hirdetést adtam föl a Pestihez, amikor hazajöttem, mert Bostonban tanultam, hazajöttem, és valahogy egyedül voltam, és akkor hirdetés útján kerestem embereket, aztán arra valaki jött, annak az ismerőse, szóval végül is így. A Bálványos Társulat hány tagú? Négy tagú, csak most az egyik tagunk szülési szabadságon van, és most hárman leszünk. Kik lesznek most itt a mi műsorunkban? Jábor Kádán fog brácsázni, és Varga Zsoltán a szaxofonozik. Judit, milyen hangszert szólaltat majd? A szaxofonozom. Akkor arra kérem majd, hogy hamarosan fáradjon oda a többiekhez. Amit most hallunk majd, az milyen zene lesz?
Hát, mint mindig, egyszerűen becsukjuk a szemünket, és elkezdünk improvizálni. Köszönjük szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, akkor az önök figyelmébe ajánljuk a most következő produkciót, amelyet bemutat a Bálványos Társulat. Mi is csukjuk be a szemünket, és nyissuk ki a fülünket. Hoz, illetve hallottak, hogy szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy Jancsó Miklós legújabb filmjének is zenei szereplője a Bálványos Társulat, amely egyébként 1999. novemberében jelentetett meg egy CD-t, és ahogy a korábbiakban elhangzott, szeretném megismételni, a Dominikánus Házban ma este 19 órakor lépnek közönség elé. És már is köszönhetem a Kulturális Központ osztályvezetőjét, Rózsa Zoltánt, aki egyébként a tavaszi fesztivál főszervezője is. Úgy gondolom, hogy ugye azt elfelejtettük mondani, hogy a ma esti Bálványos Társulat előadása is a tavaszi fesztivál keretén belül zajlik. Gyakorlatilag ugye hétvégén véget ér itt a tavaszi fesztivál. Milyen volt a fogadtatása itt Pécsett a rendezvénysorozatnak? Hát én lassan a vége felé közeledvén úgy hiszem, hogy elmondhatom, hogy igazán nagy sikere volt a Pécsi Tavaszi Fesztiválnak. Úgy a koncertprogramok területén, mint akár a filmes programokat, vagy a kiállításokat nézzük. Igazán nagy sikerű program volt például Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje a Székesegyházban, egy nagyon meghitt hangulatú koncert volt, vagy zenei teljesítményként sem utolsó, amit Király Csaba véghez vitt a Bach születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett művészetek házabeli koncerten. De említhetném a
Dinája Kápelye Klezmer együttes koncertjét, vagy a 45 éves Mecsek Tánc együttes jubileum koncertjét. Gyakorlatilag teltházakkal zajlottak ezek a rendezvények és előadások. De gyakorlatilag, bocsánat, gyakorlatilag ugye ez a tavaszi fesztivál, ez mondhatjuk azt, hogy ez egy sorba illeszthető, hiszen tavaszi fesztivál, nyáron rengeteg kulturális program, ősszel pécsi napok. Mondhatjuk azt, hogy Pécs gyakorlatilag most egy ilyen fesztiválvárossá kezd válni? Így van, tehát ez része annak a törekvésnek, hogy Pécs fesztiválvárossá váljon, és hát a tavaszi fesztivál tavaly került először megrendezésre Pécset, így ez volt a második alkalom, de hát elmondhatnám, hogy tavasszal, nyáron, ősszel és télen is vannak fesztiválok Pécset, tavasszal a tavaszi fesztivál, és most, hogy a cégünknek reklámot csináljak, ami szintén a Dominikánus Ház főszervezésével kerül megrendezésre, művészet és gasztronómia fesztivál, a Pécsi Napok sorozat, vagy a Luca Napok, de hát olyan fesztiválok is vannak Pécset, mint a Kamarakórus Fesztivál, vagy Gitárfesztivál. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg része ennek a programsorozatnak, ugyanakkor fesztiválokra sokkal könnyebb szponzorokat szerezni, mert egységes programja van, sokkal könnyebb pályázati pénzeket elnyerni a fesztiválokhoz, és ennek eredményeképp meghívni olyan nemzetközi rangú előadókat is, mint amelyek itt a Pécsi Tavaszi Fesztiválon is szerepeltek, és nem utolsó sorban a pályázatoknak és a szponzori támogatásoknak köszönhetően viszonylag olcsó belépőjegyárakkal tudjuk kínálni a közönségnek. Hát ha arra gondolok, hogy Budapesten például háromszoros, négyszeres jegyárak voltak hasonló színvonalú rendezvényeken. Beszélgetésünk végén egy rövid kérdés, véletlenül rövid válasszal. Van-e olyan szereplő, akit nem sikerült idén megszerezni, de terveik között ott szerepel? Igen, szeretnénk a Budapesti Táncszínházat jövőre megnyerni a fesztivál számára, és hát vannak még olyan titkos fellépők, akikről nem szeretnék most beszélni, folyamatban vannak. Akkor most kabalából ne szóljunk. Így van. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük mi is, és hát szeretném ajánlani még a Bánki Erjének együttes koncertjét, amely vasárnap este a Csontvári Múzeumban kerül megrendezésre 6:30. Ez az utolsó programja a tavaszi fesztivál rendezvénysorozatnak. Köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. És folytassuk a tavaszi fesztivállal, hiszen Kaposváron is, Somogyország fővárosában is tart a tavaszi fesztivál. Az otthoni rendezvényeknek érdekes színfortja volt a Maskarás C társulat, aki gólyalábakon és mindenféle érdekes bábokkal középkori alakoskodó játékot adnak elő. Most következő összeállításunkban róluk és a kaposvári tavaszi fesztivál egyéb rendezvényeiről is hallhatnak. A Milleniumi Vigasságra meghívást kapott az immár 15 esztendeje pályán lévő Maskarás C-társulat is, akik gólyalábaikról, óriás bábjaikról messzeföldön híresek. Az együttes a középkor maszkos, alakoskodó, bábos hagyományát idézi meg. Ez egy baráti társaság volt, mind a hárman egy színháznál dolgoztunk, Kecskeméten a Ciróka Bábszínházban, bábszínészként, Rumi László, Pályi János és én magam, Kovács Géza, tehát hárman alapítottuk az együttest, és hát alapvetően utcaszínházi előadásokat hoztunk és hozunk létre. Igaz, az utóbbi években visszatértünk az eredeti szakmánkhoz is, hát a bábszínészethez, mert továbbra is játszunk közszínházi formációkban, vagy vásári bábjátékokban is. A magyar utcaszínházak közül ez a társulat valósította meg először a gólyaláb technikát. A vásári elem és a szakralitás különös módon keveredik benne. Az alapelemek azok népi alakoskodó játékokból származnak, hiszen a medvetáncoltatás az egy nem csak az élő medvével, hanem egyfajta alakoskodó formában meglévő elem a néphagyományban, vagy a szarvas tánc, vagy a kos megtáncoltatása. Ezek mind olyan elemek, amik a néphagyományban, közép-európai vagy Kárpát-medencei néphagyományban meglévő elemek. Tehát ezekből rakjuk össze, és dolgozzuk ki a különböző formációkat, hát idézőjelben koreográfiákat. A társulat számos fellépésen vett részt az elmúlt 15 év alatt. Bejárták Nyugat és Dél-Európát, Teheránt és Dél-Koreát.
Három évvel ezelőtt egy tajvani fesztiválon megismerkedtek Titonnal, aki eredetileg szintén a bábmesterséget tanulta. A találkozásból közös munka és produkciók születtek ezután. Elején nagyon nehéz volt, most már jobban megy, meg több ilyen sokat türelmes velem, és meg én, vagy egyáltalán, de én vagyok egyedül lány. Ilyen hosszú lábakkal el lehet esni, volt-e már baleset? Aha, igen, a első volt Szlovéniában, egy étteremben, és a Géza meg a Pályi tanítja nekem, hogy van nekünk, hogy elején tanulni a golyadában, hogy kell tanulni elején, hogy leesni kéne. És leesni van egy, kettő, három, és utána megtanultam, hogy ne egy, kettő, három, hanem egy. Leesse. A két főzenekar saját improvizatív zenét ad elő. Dobon és húgos hangszerekkel játszanak. Fafúvósokat használok, furujákat, dupla sípokat, akkor dudát, tilinkót, kaval, dudát és zúrnát. És táncolni. Feledhetetlen volt. Ezt a babát szeretnénk megkérdezni, hogyan tetszett neki ez a produkció? Tudna a baba válaszolni szerinted? Nem. És te tud? És te tud? Igen. És neked hogy tetszettek a maskolások, ezek a gólyalábas emberek? Nagyon tetszettek. És mit tetszett benne? Az, hogy ment. Mentek? Hosszú lábuk volt? Igen. Nekem nagyon tetszettek, és szerintem nagyon humorosak voltak. Mi tetszettek benne? Szeretnéd kipróbálni esetleg? Te is egyszer? Hát igen. Egyszer én is szeretnék. A millenniumi vigasságok keretén belül humoros haditorna, lovagi torna bemutató kápráztatta el a szemeket. A tavaszi fesztivál alkalmával megrendezték az országos néptánc találkozót is, ahol 13 népi együttes előadására került sor. Továbbra is maradjunk a színház teremben, illetve egészen pontosan a színháznál. Örkény macskajátékának bemutató előadására készül a Szekszárdi Dajcse Bühne. Német szerkesztőségünk munkatársai a főpróbán jártak. Készült egy összeállítás az előadás kapcsán. Szeretném már most felhívni kedves nézőink figyelmét arra, hogy az Unser Bildschirm című műsorukban, tehát a német szerkesztőség munkatársai egy részletesebb összefoglalót készítenek majd az előadásról. Egy magyarországi német színháznak, különösen a millennium évében feladata, hogy magyar szerzőművét is műsorra tűzze. Milyen meggondolásból esett éppen az Örkény macskajátékára választ? Hát az első, hogy ki tudtam osztani méghozzá úgy, hogy magyarul se osztottam volna másokra. Tehát ez egy olyan véletlen az ember életében, ha német színházat igazgat, hogyha én magyarul rendeztem volna meg az Örkény István macskajátékát, tulajdonképpen ugyanezekre a szereplőkre osztottam volna, mert ugye ezek hatalmas szerepek, és én, mint rendező azt tudok mondani, hogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve ezzel a kis társasággal, mert rendkívül nehéz és rendkívül nagy munka, amit itt végeznek. Azon kívül az Örkény macskajáték, amit a világ 32 országában mutattak be, ez nem véletlen, tehát Japántól Amerikáig. Én azt gondolom, hogy ez egy remek mű. És azt gondolom, hogy a színházunknak feladata a remek magyar daraboknak a német nyelvterületre való juttatása is, hogy minél több darabot játszanak németül, magyar darabokat, mert vannak kiváló szerzők. A szekszárdi szereposztás rangos. A főszerepet az önmagával mindvégig idegesen és feszülten vitázó özvegy Orbánné szerepét Schubert Éva alakítja. Már benne vagyok pontosan ebben a korban, az az érdekessége, hogy ezelőtt 28 évvel, mikor az ősbemutató volt,
engem felkért a rendező Székely Gábor, hogy a Gizát játszam el benned. Én mondtam, én akkor még csak 40 éves voltam, és én nem érzem még magamban ezeket a megélt szenvedélyeket, amikről itt szó van. Nagyon nehéz feladat. És főleg azért, mert itt nem csak maga a szenvedély, a belső tragédiája és a komédiája ennek az asszonynak, hanem éppen ez a nyelvbeli nehézsége, ami az egészet számomra olyan őrült nagy feladattá emeli. Ez még egy plusz feladat. Ez egy nagy plusz feladat. Ezért szívesen játszott a szerepet, mert egy nagy példakép játszotta el. Hát igen, az én tanárom Sülyök Mária Pesten, ő játszotta, az volt a második színpadra állítás ennek a darabnak, és hát én nagyszerű volt benne. Giza, a külföldön élő testvér Csernus Marian, a további szerepekben többek között Tordai Teri, Miklósi György, Bakó Márta, Holler Márta és Hadzsikosztova Gabriella látható. Áprilisban 4 alkalommal tekintheti meg a közönség Örkény István macskajátékát német nyelven, a szexárdi Tajcse bűnében. A premierre holnap este, tehát szombaton este 7 órakor kerül sor Szexárdon. Maradjunk még a kultúránál. Ez történt rovatunkban, az 5 évvel ezelőtti tavaszi kulturális eseményekből szemezgettünk. A tavasz érkeztével megsokasodnak a kulturális rendezvények. Így volt ez 5 éve is Dél-Dunántúlon. Simontornyán a Vármúzeumban március végétől 58 alkotó 20 évi munkáját mutatták be. Az 5 éves jubileumát ünnepelte a szexárdi Big Band 1995 tavaszán. Ebből az alkalomból koncertet adtak a Tolnai megyeszékhelyen. Kettős évfordulót ünnepeltek 5 éve a pécsi Nagy Lajos gimnáziumban. Az iskola orv zenekara 30 éve alakult, karnagyuk Ivasivka Mátyás pedig akkor 40 éve vezényelt Pécset. Március 31-ig zajlott a Somogyi tavasz gazdag rendezvény sorozata. A hazai együttesek mellett számos külföldi is bemutatkozott. A porcelánjáról híres belgiumi turnéval 1995-ben kezdődött Kaposvárnak a testvérvárosi kapcsolata. Amatőr balettkaruk fergeteges sikert aratott a fesztiválon. Kedves nézőink, a most következő néhány percben elsősorban a hétvégére ajánlunk programokat önöknek. A 20. század fizikája című előadássorozat a most búcsúzó évszázad fizikájának néhány érdekes és kiemelkedő fejezetét tárja elénk. Káoszelmélet és sodródási mintázatok címmel dr. Tél Tamás professzor előadását hallhatjuk április 3-án 19 órakor a pécsi Dominikánus házban. Többek közt hétköznapi példák és alkalmazások kerülnek bemutatásra a festékek keveredése kapcsán. A következőkben zenei programokat ajánlunk Somogy megyéből. Április 1-én Barcson a Művelődési Központban 18 órakor a barcsi Riverside Band 10 éves jubileumi koncertje kerül megrendezésre. Az est vendége a pécsi Unicum Laude énekegyüttes. A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál záró programja ma este lesz a Művelődési Házban 20 órakor. Caligari kocsmájában Sounds of the Shannon címmel ír és kód zenei estet rendeznek. Csurgó, Hévíz, Keszthely, ami közös bennük, hogy mindhárom festetic város. Keszthely város önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt holnap délután a Balatoni Múzeumba.
a Festeticsek nyomában címmel, a három város középiskolásainak részvételével betélkedő kezdődik 14 órakor. Ezt követően dr. Szabó István tart előadást a Festeticsekről, majd a résztvevő városok csoportjainak közreműködésével 17 órakor gála műsor veszi kezdetét. A Pécsi Unicum Laude énekegyüttest már említettük mai ajánlónkban. A Canticum Sidrel női karral közösen jótékonysági koncertet hallhatunk holnap délután 18 órakor a Baptista templomban. A befolyt összeget a gyülekezet Jóbarát alapítványára utalják, melyből játszótér épül a gyermekek számára. Tolnai bortermelők, figyelem! A Tolnai Borvidék völgységi körzetének immáron harmadik borversenyét rendezik meg Bonyhádon. A verseny eredmény hirdetése és értékelése ma délután 18 órakor kezdődik a művelődési központban. Végezetül a kézilabda kedvelőinek ajánlunk egy csokrot Baranya megyéből. Pécsváradon, női NB2-ben a pécsváradi Agrover mérkőzik meg Tamásival április 1-én 13 óra 30 perckor. Szintén április 1-én Harkányban, férfi NB2-ben a Harkány-Kaposvár mérkőzést láthatjuk 18 órakor. Hát ennyi fért mai adásunkba. Műsorunk a végéhez közeledik. Műsorunk végén azonban még Baktai Patrícia iparművész meseszerű és misztikus kiállításából láthatnak ízelítőt, a Tállat Tamásiban tekinthető meg. Kedves nézőink, ne felejtjék, legközelebb egy hét múlva, április 7-én pénteken várjuk Önöket ismét a képernyők elé. Addig is most a Tamási kiállítás képeivel búcsúzunk Önöktől. Viszontlátásra! Kellemes hétvégét, viszontlátásra! Központi Statisztikai Hivatal 2000 április 1-e és 21-e között általános mezőgazdasági összeírást tart. Az idei adatfelvétel a magyar mezőgazdasági statisztika történetének a 6. teljes körű összeírása. Ebben az időszakban több mint 1,5 millió háztartást keresnek fel a Központi Statisztikai Hivatal összeírói. Ha ön mezőgazdasági tevékenységet végez, földterületet használ, vagy állatállományt tart, Önt is felkeresi az ámnök kérdőívével a hivatal számláló biztosa. Minden gazdálkodó érdeke, hogy gazdaságáról, piaci lehetőségeiről valós kép álljon rendelkezésére, hogy jövője megalapozott terveken nyugodjon. Az összeírásban résztvevők személyre szóló megbízólevéllel, illetve azonosítókártyával rendelkeznek, az Önök kérésére személyigazolvánnyal is igazolják magukat. Az összegyűjtött adatokat a Központi Statisztikai Hivatal az adatvédelmi törvény által szabályozott módon és eszközökkel dolgozza fel. Az összeírás összesített adataiból készülő statisztikát nem csupán a szakma és a közigazgatás céljaira használják fel, hanem a gazdasági és a társadalmi élet számos területén is. Az eredményekről Önök is folyamatosan tájékozódhatnak az újságokból, a rádiókból és a televíziókból egyaránt. A mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentősége miatt nélkülözhetetlen az agrárinformációs rendszer fejlesztése. Tények és adatok kellenek ahhoz, hogy az agrárium irányítása megalapozott legyen, hogy átláthatóak legyenek a támogatási formák, és kiérlelté váljanak a vidékfejlesztési elgondolások.
Az összeírás tartalmában és módszereiben megfelel a nemzetközi elvárásoknak, így teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltételét is. Kérjük, legyen a partnerünk ebben a munkában, hiszen az országos mezőgazdasági raktár elkészítése közös érdekünk. Általános mezőgazdasági összeírás. Számvetés gazdálkodásunkról, környezetünkről, lehetőségeinkről, magunk és közös jövőnk megalapozásáért. Ám 2000. Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért.